Egész évben jól járható a Kiscovárdra vezető túraút. Télen-nyáron sokan próbálják ki. Egyik legnépszerűbb turistaút a Gyilkostó környékén, hiszen viszonylag könnyen teljesíthető, a csúcson pazar látványt árul a túrázók elé. Most a kék háromszög jelzésen fogunk felmenni a Kiscovárd csúcsára. Jó tudni azt, hogy Romániában a jelzéseknek három színe van, hogy könnyű legyen megjegyezni, az a piros, sárga, kék. Minden jelzésnek megvan a maga formája és jelentősége, jele. Tehát ez a háromszög jelzés az általában csúcsra vezet. A piros-sárga-kék jelzésen belül vannak a sávjelzések, amik általában hegygerinceken szoktak végigmenni. A keresztjelzések, amik más turista utakkal kereszteződnek. A pontjelzések pedig körútak. És amint mondtam, a háromszög jelzések azok csúcsra vezetnek. Ezen kívül még vannak a dupla pontjelzések, amik egy bizonyos túraútvonalból egy érdekesebb helyre kivezetnek, például kilátókra, vagy valami érdekesebb helyre. Az ugyanazon a ponton, dupla ponton kell kimenni arra bizonyos helyre, és ugyanazon vissza abba az útba, és tovább kell folytatni az utat. A Wild Ferenc emlékút fele vezető út is jól ki van táblázva. Mellette halad el a csapat. Az általános turista ösvényeken kívül léteznek még más jelzések is. Jelen esetben megfigyelhető a Wild Ferenc emlékúthoz irányító jelzőtáblák, melyek egy úgymond Via Ferratához, vasaltúthoz vezetnek minket. Követve a kék háromszög jelzést, továbbá feljuthatunk a Kiscovárd csúcsára is. Egy kis kitérőt is tehet a túrázó. A plusz erőfeszítésért hamisítatlan csendes természet a jutalom. A Tündérkert nevű kilátó valóban nem hazudtolja meg nevét. Mesebeli a formája, a körívesen, sávosan, színes, meredek sziklafalával, a végig sétálható lapos sziklaperemével, mint a tündérek kertjében járnánk. Hatalmas fenyők, páfrányok, ritka, különleges növények kísérnek utunkon. A panoráma innen fentről lélegzetelállító. Megérkeztünk a Tündérkertbe, az úgynevezett kínai nagy fal tetején vagyunk most. Ez egy nagyon szép hely, nagyon jó kilátáson mindenfele. Be lehet látni a hátunknál a szorosba, az oldalunknál a csípjük, a hagymás, hátul a fekete hagymás, lapsugárkert. Jó tudni, hogy ez a Covárdnak egy úgymond kicsit csendesebb része, mert ide a turisták nem jönnek, tehát minden turista nem jön hátra. És az ember szerencsés általában találkozhat zergével vagy más kisebb erdei állattal. Szóval érdemes itt már odafigyelni, mert útközben találkozhatunk például viparával is. A Békásszorosnál talán ez a legszebb kilátó, érdemes ide ellátogatni. Az ilyen helyeken kell vigyázni a kövek szabdalata, és véletlenül rálépünk, nehogy leessünk, valami baleset történjen. Bármitől megijedünk, nem érdemes szaladni, nehogy baleset legyen a vége. Ködös időben nem ajánlott az ilyen túra, mert rosszabb a látás viszonyokra,
és ilyenkor nehogy leszédüljünk, vagy valami baleset történik. Továbbra is a kék háromszöget kell követni a Kiscohárd felé. Útközben ritka növényekkel, virágokkal találkozhat a túrázó. Boldogasszony papucsa, illetve a magyar nőszírom is előfordul itt. Mindkettő ritka, védett növény. A tetőre írve elénk tárul a gyilkos tó és a környező hegyek. Tehát megérkeztünk a Kiscohárdra 1344 méter magasban. Ez egy olyan túra, amit családosok, kisgyerekekkel is könnyen meg tudnak közelíteni, közel egy másfél órás gyaloglás a kék háromszög mentén. Hátra lehet menni a tündérkertbe, ahol rálátás nyílik a békási szorosra. Nagyon szép kilátók vannak, rá lehet látni a kis békásra, és nem utolsó sorban a Kiscohárdról nyílik a legszebb kilátás a gyilkos tóra. A napnak bármelyik órájában érünk fel ide, a nap tükröződik a gyilkos tavon, és különböző színekben mutatkozik a csodálatos gyilkos tó. A csúcsra felérve vigyázni kell arra, hogy legyen kellő öltözékünk, mert mindig szeles. Bármilyen évszakban érünk fel a csúcsra, ki vagyunk fáradva, kiizzadtunk, egy hideg szél hipotermiát is okozhat, ha nem vagyunk előképpen felkészülve. Tehát nagyon fontos összegzésű, hogy a zsákunkban mindig benne legyenek azok a kellő eszközök, esőkabát, meleg ruha, elsősegélycsomag, víz, amire szükség van, főleg ha családdal indulunk el turázni. Nagyon fontos az, hogy azért tudjuk, hogy mire vállalkozunk, az erőnlétünk mennyire van rendben. Nem szégyen visszafordulni, tehát ha valaki úgy érzi, hogy ez neki fárasztó, nagy szintkülönbséget kell megtenni, itt azért ugye gyorsan érünk fel 1300 méterre, van, akit ez megterhel, nem szégyen visszatérni. Tehát inkább jobb időben józanon dönteni, mint utána gondot okozni másoknak vagy családtagjainknak.